Kézműves mesterségek szakköreinek alkotásaiból nyílt kiállítás a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár aulájában. A kiállítást Futterer Juci szakkörvezető nyitotta meg, majd a sóstói dalkör előadását láthatták a vendégek. Futterer Juci a tárlat kapcsán elmondta, a foglalkozások a szakkörprogram keretében a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósultak meg. Ezt a szakkört az A szakkör program keretében csináltuk végig, amit a Nemzeti Művelődési Intézet támogatott. Ez azt jelenti, hogy ők minden évben hirdetnek ilyen szakköri csomagokat, 5 fő részére ingyenesen biztosítják, és emellé oktató videókat is adnak nekünk, és akkor ezek mentén tudunk haladni, és egy-egy mesterségbe kicsit beletekinteni, ez 20 alkalom. Futterer Juci úgy fogalmazott, idén a népi bútorfestés és naturkozmetika tematikájú szakkörcsomagokat választották, amelyek nagyon népszerűek voltak a résztvevők körében. A naturkozmetika volt, amit én nagyon szerettem volna, nekem ez egy kicsit így a szívügyem, és nagyon megörültem, mikor ez a lehetőség megjött a Nemzeti Művelődési Intézetnél, ezt idén indították először, ezt a szakköri csomagot gyakorlatilag, és akkor itt mindenféle természetes alapanyagból készítettünk kozmetikumokat, illóolajokat használtunk, gyógynövényeket használtunk, és akkor ezekkel ismerkedtek egy kicsit a szakkörnek a tagjai. A népi bútorfestés pedig itt mögöttem látható a vitrinekbe, itt pedig a teljesen hagyom festőasztalosoknak az életébe tekintettünk bele, és templomkazettákat és mindenféle használati tárgyakat festettünk népi motivumokkal. A vendégek a megnyitó után az alkotások megtekintése mellett megismerhették a szakkörök működését is, amely során különböző színű és illatú fürdőbombákat is készíthettek. A szakkör kiállítás május 31-ig tekinthető meg az intézmény nyitvatartás idejében. A belépés díjtalan.